A turisztikai főpályaudvar kiállító termében már többször lehetett találkozni olyan kiállítással, mely hobbi termékeket sorakoztat fel. Ezúttal Marosi József hozta el Békés Csabára borotva penge és borotválkozási eszköz gyűjteményét. A budapesti gyűjtő 1968 óta kutatja az eszközöket, a kiállításon pedig olyan tárgyakkal is lehetett találkozni, melyeket még az első vagy a második világháború idején használtak. 500 darab borotva címkéből most 39.640 darab van, úgyhogy ez a világ második legnagyobb gyűjteménye, és közben folyamatosan jöttek a borotva készék, nem gondoltam, hogy fogom gyűjteni, de volt egy barátom, azt mondja, egy gyerek borotva készékre, hogy kell-e, ha nem kell, kidobjál, eszedben nem is van kidobni, add ide. Aztán innen is jött, onnan is jött, míg aztán végül most már több mint 1500 darab borotva készüléken van, több mint 570 darab borotva kés, és a hozzátartozó fenők, meg illatszer, púdertartó. A kiállítást Erdész Ádám, a Békés megyei leveltár igazgatója nyitotta meg. A kisvonatnak ez a miniatúr kiállító terme most már presztízs szerzett. Az igazgató a 18.-19. századról beszélt, amikor a szakás stílusa sok esetben politikai hovatartozást jelképezett. Ebből kifolyólag egy borotva akár politikai fegyver is lehetett, ha valakinek akarata ellenére vágták le a szakállát. Minden olyan kiállítás, amikor különleges tárgyakat gyűjtenek, az különleges. Ez azért volt az, mert alkalmat teremtett arra, hogy a kultúrtörténetből bizonyos mozzanatokat felidézzünk. Felidézzük azt, hogy mikor is kezdtek el borotválkozni, mivel borotválkoztak, olykor maga a borotválkozás ténye politikai hovatartozást jelentett. Mikszátnak van egy kis karcolata az Ábrányi családról, amit azzal kezd, hogy ha rájuk nézünk, mindenki megtalálhatja a maga ideáját. A kiállítás megnyitón Sós Imre, a turisztikai főpályaudvar állomásfőnöke elmondta, hogy a borotva penge kiállítással a hobbi gyűjtemények bemutatása tekintetében mérföldkövet ért el a turisztikai főpályaudvar. Magáról ilyen gyűjteményről, ami egyébként engem is megdöbbentett, 2 éve értesültem Parag Péter budapesti képeslap készítőtől, aki itt volt nálam, ő mesélt arról, hogy Szegeden volt, és az egyik taxiba, amibe beült, útközben a taxisofőr mesélte, hogy milyen gyűjteménye van, ami borotva penge. Az említett szegedi taxisofőr gyűjteménye került át Marosi Józsefhez, akivel később felvette a kapcsolatot Sós Imre, így kerülhettek a borotva pengék 2019 tavaszán Békés Csabára. A kiállítást június 23-áig tekinthetik meg az érdeklődők.